A háború után a még 1912-ben Budapesten alakult Balatoni Yacht Club vezetésével kezdődött meg a magyar vitorlásport első nagy fellendülése. A BIC már az arisztokráciával szemben inkább a polgárság egyesülete volt. A klub alelnöke dr. Jordán Károly kiváló matematikus a vitorlás versenyzéshez megalkotta az első használható magyar előnyszámrendszert. Kiadták az első magyar vitorlás újságot, a Magyar Jachtot, és versenyek rendezésébe kezdtek. 1921-ben megalapították a Kenese Keszthely rekordversenyt is. 1924-ben a KMIC rendezte az első nemzetközi regattát, amelyen az osztrák Union Jachtok csapatai ellen versenyeztek, a magyarok 3-3-22-es jolléval vitorlázva. A 20-as évek első felében megkezdődött a Balatonon az osztályhajók építése és elterjedése, ami a versenyélet felpesdülését is hozta. A 22-es Binnen jollék mellett 1925-ben megjelentek az első 25 négyzetméteres Vander jollék, és vízre szállt az első Scharenkreuzer, a 40-es kategóriába tartozó Glória is. A 20-as évek második felében és a 30-as években sorra épültek a Scharenkreuzerek, itthoni nevükön a balatoni cirkálók. 1928-ban az Amsterdamban megrendezett 9. olimpiai játékokon képviselték először Magyarországot vitorlás versenyzők is. A dingi versenyeken Ul Raul, míg a 8R osztályban a Hungária fedélzetén Mihálkovics János vezetésével Tus Miklós, Burger Sándor, Sebők Sándor és Heinrich Tibor vitorlázott. 1929. december 3-án 5 vitorlás klub megalapította a Magyar Vitorlás Jacht Szövetséget, amelynek első elnöke gróf Széchenyi Béla lett. 1930-ban 22-es Binnen Jolle osztályban rendezték meg először a bajnokságot, amit 1933-ig még Balaton bajnokságnak hívtak. A magyar vitorlázás első bajnokai Heinrich Tibor, Heinrich Tiborné és vitéz Sebők Sándor a Kisangyalom nevű hajóval. A 30-as években a kor legjobb versenyzői többféle hajótípussal versenyeztek és ötleteikkel, újításaikkal, újabb és jobb formák elérését célzó megrendeléseikkel folyamatosan fejlesztették a hajóparkot. A Magyar Vitorlás Jacht Szövetség pártolta az egyforma hajótípusok építését, hogy nem mindenki a saját feje után építsen hajókat. A népszerű cirkálók mellett a kor legsportosabb osztályhajója a 22-es versenyjollénak nevezett Binnen Jolle volt. Nagy létszámú flottává fejlődött a balatoni dingi, amelyekkel komoly ifjúságnevelés és színvonalas, értékes versenyzés zajlott. A kereslet lehetővé tette a hajóépítő vállalkozások virágzását. Közülük a Füredi Balatonfüredi Jachtépítő RT dinamikusan fejlődve Európa egyik legszínvonalasabb hajóépítő műhelyévé vált. Ott bontogatta szárnyait Benacsek Jenő, aki a kor legismertebb és legsikeresebb magyar hajótervezőjévé lett. 1933-ban megkezdték az első 25-ös Jolle sorozat gyártását, amelyből rövidesen népes flotta került vízre. Egyre meghatározóbb szerepet játszottak a vitorlás élet alakításában a lendületes, jómódú polgárok. A régi klubok, egyesületek mellett újak alakultak olyan vitorlázók által, akik elsősorban sportolni, versenyezni akartak a társasági életet favorizáló arisztokrata klubokkal szemben. 1933-ban a KMIC 22-es Binnen jollékkal Európában elsőként rendezett kontinens bajnokságot. 4 országból 2-2 csapat vett részt a találkozón, a hajókat a rendező egyesület biztosította. Hazánkat Heinrich Tibor és Kovács Béla csapatai képviselték.